Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 7-én. Az első kérdés az lenne, mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai és tervei. Ez a felső kártya megadja rá a választ. Itt küzd valamivel, vagy valakivel. Most nem tud elfutni, tehát kell, hogy szembenézzen ezekkel az eseményekkel. A híd arra utal, hogy ez egy ilyen átmeneti állapot. Tehát megvan arra a lehetőség, hogy ő ezt lezárja, de jelen pillanatban még vannak nála ezek a harcok. Úgy gondolom, hogy van valaki, aki veszekedik vele, dühíti őt, és ezt meg kell, hogy válaszolja. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az érzelmei? Mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Ez a kártya megadja rá a választ. Ő mozogni fog, és szeretne veletek valamit tisztázni. Ő most döntéseket hoz, és ezt érzi is, mennyire fontos, hogy valamit megbeszéljen, vagy fontos döntéseket hozzon. Akkor is, ha jelen pillanatban még minden olyan titokzatosan történik, és nem beszél erről, erre utalnak ezek a könyvek, a titkokat is mutatják. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a kártya mutatja, hogy mi következik. Ezek az érmék mutatják az értéket. És ez lehet egy anyagi helyzet, vagy a hivatás, egy jó ajánlat, amit ti elfogadhattok. Amikor párkapcsolatról van szó, ez mutatja az elismerést. Tehát jön egy meghívás, vagy ő beszél arról, mennyire értékes neki ez a kapcsolat, és ez erőt ad nektek, mert ez erősíti az önbizalmatokat. A nap energiáját a könyvek mutatják. Mint mondtam, ez lehet titok, zárkózottság, viszont mutathat könyveket is. Egy értékes könyv, amit most olvastok, vagy lehet iskola, képzés, mutatja a tudást és az intelligenciát is. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!